A képviselők elfogadták az előző ülés jegyzőkönyvét, majd nyugodt hangulatban fogadták el a rendelet javaslatokat és a határozat javaslatokat. Hallhattuk a művelődési és kulturális intézmények jövő évi munkatervét és teljesítési jelentését, valamint a Kommunalac és a Szabadkai Regionális Hulladéktároló külön programját is. Rendeletjavaslatot fogadtak el a mesterséges megtermékenyítés költségeinek megtérítéséhez való jogosultság érvényesítéséről szóló rendelet módosításáról. Idáig tudjuk, hogy a szerb állam az első és a második próbálkozást támogatta, és mind ahogy említettük, Magyarkon is a község zászlóvivőként elsőként a harmadik próbálkozás terheit vállalta, anyagi terheit vállalta magára. Mivel a szerb állam észrevette ennek fontosságát, úgy döntöttek, hogy a harmadik próbálkozást is a jövőben ők fogják támogatni, ezért a kanizsai községvetésben erre a célra fönt maradt pénzt átcsoportosításával a negyedik próbálkozást fogjuk támogatni. A Magyar Kanizsai Önkormányzat egy rendeletmódosítást is elfogadott, ami a közigazgatásban dolgozók államilag szabályozott létszámával kapcsolatos, ami a község esetében 254 személyt jelent. Ez nem csak a közigazgatásra vonatkozik, hanem az önkormányzati rendszerben dolgozók, akik meghatározatlan időre vannak fölvéve. A közigazgatásban 56-ot láttunk elő, 56 dolgozót, akik állandó munkaviszonyban vannak a közigazgatásban. Mivel létszámstopp van, a nyugdíjba került dolgozók helyett átcsoportosítással keresnek majd új beosztottakat az önkormányzaton belül pályázat útján.